A biztosító társaságok valószínűségi változókkal modellezik azt, hogy mekkora kár nagysága, ha bekövetkezik a kár esemény. Egy speciális biztosítás esetén a kár 1 millió forintban kifejezett nagysága egy olyan folytonos valószínűségi változó, amelynek a sűrűség függvénye ez a függvény. Tehát ugye a xi az a valószínűségi változó, ami a kár nagyságát jelenti, ez a sűrűség függvénye. Az első kérdés az, ábrázoljuk a sűrűség függvényt és határozzuk meg az A paraméter értékét. Na, mikor mondjuk, hogy ugye egy ilyen F függvény a sűrűség függvény lesz? Amennyiben a függvény az nem negatív, tehát nagyobb vagy a nulla, ez az egyik, és a másik feltétel az, hogy az impróprius integrálja, mínusz végtelentől végtelenig, az egyenlő egyen. Jó? Ennek a két feltételnek kell eleget tenni. Na most, az első feltételben akkor természetesen rögtön következik, hogy az A-nak az értéke az nem lehet negatív. Az integrál, az impropriós integrál egy nem negatív függvénynek, hát akkor természetesen azt jelenti, hogy az a függvény nem lehet nulla, hiszen annak az impropriós integrál nulla lenne. Tehát ebből a kettő feltételből következik az, hogy az A az természetesen pozitív számnak kell lennie. Akkor ezek alapján ábrázoljuk ugye a függvényünket. Mit tudunk, ugye? Én kapcsolzárójel van megadva, az azt jelenti két részből van összetéve, x kisebb, mint egy előtt a azonosan nulla függvény, tehát hogyha az x kisebb, mint egy, akkor így jelölöm, jó, ilyen szaggató, hullámosan, és egy után, illetve egynél a per x köb. Ugye itt az 1 per x köb függvényről van szó, tehát remélem, hogy mindenkire ilyen hiperbola jelege van, és hogy az a-nak a megállapítottuk, hogy ez pozitív mennyiség, tehát akkor ez valahogy így jön le, így, és akkor ugye itt egytől lesz csak, és akkor így tudjuk, hogy ez majd hozzásimul a x-tengelyhez a végtelenben. Jó, tehát ez lesz a sűrűség függvénynek a grafikonja. És természetesen az a kérdés, hogy mennyi ez az A paraméternek az értéke. Nyilván az első feltétel sorainknak, hogy nem negatív, ez a második feltétel fogja majd ugye megadni azt, hogy az A-nak mennyinek is kell lennie. Tehát ezt az impropriós integrált kell kiszámolnunk, mínusz végtelentől végtelenig, ugye a sűrűség függvény kell integrálnunk. Tehát, ahogy említettem, két részből van összerakva ugye a függvényünk, tehát akkor ezért ezt az impropriós integrált is szétszedem az egynél, tehát mínusz végtelentől egyig, szét. Hát már be is írom, hogy ugye a egy előtt a függvény az a nulla, konstans nulla függvény, és egytől végtelenig az pedig az a per x köb dx függvényről van szó. Az első integrál nagyon gyorsan megvagyunk, ugye ez az azonosan nulla függvény, meg az integrálja, akár impropriós integrális, az nullával lesz egyenlő, tehát ez itt nulla meg. És ahogy a kalkulusból tanultuk, impropriós integrál, pont ilyeneket integráltuk, ilyeneket is, az ugye mindig egy alapvetően egy határérték számítás jelent. Vegyük 1-től t-ig, ugye, a határozott integrálját az a per x köbnek, és utána nézzük meg ennek a kifejezésnek a határértékét, amint a t tart a végtelenbe. Jó, tehát itt van a t érték, ugye jól tudjuk, hogy a geometriai jelentés az a görbe alatti terület, tehát 1-től t-ig integrál, és akkor itt ezt a t értéket ugye toljuk kifelé, akkor ez a terület hogyan is fog alakulni, hogyan alakul a későbbiek során. No, tehát szükségünk van erre a határozott integrálra. Kalkulusban még úgy tanultuk, hogy ha előbb határozatlan integrált számolunk, a per x köb dx, megtanultuk azt, hogy a konstanst azt kiemelem, illetve azt, hogy az x az alfadikon típusú elemi függvényeknek tudom a primitív függvényét, tehát akkor itt ezt rögtön átadom, hogy x a mínusz harmadikon dx, és akkor innen már ugye tudjuk, hogy a primitív függvény A-szor
egyel kell növelni a kitevőt, és az új kitevővel osztani, plusz C. Tehát így kapom meg a ugye, határozatlan integrált. Határozott integrált úgy számolok, hogy veszek egy primitív függvényt, amit nem lesz más, mint ugye a C helyett a nullát fogom beírni. Tehát amikor az 1-től T-ig számolom ezt a határozott integrált, akkor itt a C egyenlő nulla értékkel kapott primitív függvényt fogom kiértékelni. Hát itt az át megint csak ki lehet az egészből emelni. Talán megkönnyíteni az egész számolást, hogyha itt ezt nem csak az át emelem ki, mert ezt mínusz A per 2 és 1 per x négyzet plusz C alakba írom fel. Tehát a számolás miatt vesz jobb, hogyha ezt az alakot használom, és akkor itt mínusz A per 2, és akkor az 1 per x négyzetet kell kiértékelni 1-nél és t-nél. Newton-Leibniz formula miatt ugye felső határ helyen vett értékből vonom ki az alsó határ helyen fölvett értéket, tehát 1 per t négyzetből, ugye 1 per 1 a négyzeten, azaz ez nem lesz más, mint mínusz a per 2 szorozva 1 per t négyzet mínusz 1 a. Jó? Na és akkor nézzük, mínusz végtelentől végtelenig, ugye, sűrűségfüggvényt integráljuk, akkor már csak annyi hiányzik, hogy ennek a kifejezésnek kell venni a határértékét, amit t tart a végtelenbe, tehát mi más t tart a végtelenbe, mínusz a per 2, 1 per t négyzet, mínusz 1. Ugye a t az csak így jelenik meg, hát ezt megint csak kalkulusból tanultuk, hogy az 1 per t négyzet, ha t tart a végtelenbe, az tart a nullához, és akkor nullából 1 az mínusz 1, szorozva mínusz a per 2-vel, tehát ahogy tanultuk a határértéket, azt kapjuk, hogy ez a per 2. Tehát paraméteresen dolgozva ennek a sűrűség függvénynek, akkor a per 2 lesz a szimpróprius integrálja. Ahhoz, hogy sűrűség függvény legyen, annak 1-nek kell lennie. Tehát ebből kapjuk, hogy az a az a 2 értéket veszi fel. Ups, elfelejtettem azt a kérdést, hogy mi lesz ennek a valószínűségi változónak az értékkészlete. Tehát még meg kell mondani, hogy az R, Xi az mivel lesz egyenlő. Na most itt látjuk a grafikonját is, ugye ennek a valószínűségi változó sűrűségfüggvényének, és hogy tanultuk, hát azon számoknak a halmaza, ahol ez pozitív, ebből a kifejezésből is látszik, hogy akkor nyilvánvalóan az egy végtelen intervallum. Tehát egy zárt végtelen nyílt intervallum lesz.